A Vajdasági Magyar Diák Szövetség, a Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzata összesen 23 résztvevővel érkezett az első Kárpát-medencei vezetőképzőre. Azt a tudást, amit itt ebben a két napban most rendkívül jó képzők által, illetve a többi más diák szervezetekkel való kommunikáció által megszereznek, azt a szervezetünkben tevékenykedve esetleg több év alatt tudták volna megszerezni. A Magyarországi Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciája a határon túli partnerszervezetek visszajelzése alapján úgy látta, hogy szükség van a diákszövetségek tagjainak nagyobb arányú képzésére. Napra pontosan egy évvel ezelőtt volt az első külhoni szekció, ahol 25-en vettek részt, tehát több mint háromszorosára emelkedett egy év alatt a résztvevői szám. Szeretnénk a jövő évre vonatkozóan duplázni ezt a 81 fő, tehát egy ilyen 160-150 fő, az már azt gondolom, hogy egy hatékony, átfogó létszámot tud biztosítani. A vezetőképző résztvevői betekintést nyerhettek a rendezvénymarketing és a projektírás világába. Megtudhatták, hogy mik az alapvető tényezői egy csoport hatékony működésének, illetve hogy az új tagok képzésekor mire kell hangsúlyt fektetniük. Az itt megszerzett ismereteket otthon, saját szervezeteikben is kamatoztathatni tudják majd. A híradót Kurcinák Árpád tudósította Ukrajnából.